Üdvözlet mindenkinek, itt az infobubble.hu weboldalon, 2023. február 24-e van, ez az Illuminati üzenetek, és ezúttal a préda című filmről lesz szó, ami valójában a Predator vagy Ragadozó sorozatnak a legújabb része, ha jól számolom, akkor az ötödik, hogyha mindent beleveszünk, mi is az üzenete ennek, van-e valami egyáltalán a háttérben, és érdemes megnézni ezt, vagy sem, ez az, ami kiderül majd most. Mielőtt nekivágnánk, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Bevezetőnek talán annyit, hogy nagyon ritkán nézek végig ilyen egész estés filmeket, azért mert egyszerűen csak rosszul vagyok azoktól a különösen balliberális feminista üzenetektől, amivel tele vannak ezek, és sajnálatos, de a helyzet ugyanez a Prédával is, ezért is néztem meg, és egyértelmű volt számomra már a bemutatójából, hogy ez nem lesz más, mint csak egy újabb propagandafilm. És ez egy másik gondolat, amit én szeretnék kiemelni. Az pedig az, hogy az első rész talán a tökéletes film volt, akciófilm minden tekintetben. Ugyanis minimális kommunikáció zajlott a tagok között, és valóban az egésznek volt az a feelingje, hogy ez egy vadászat. És érdekes módon egy vadászat olyan értelemben, hogy nem az egyértelmű vadász az, aki betölti ezt a szerepet. Ami az első, illetve a második részben legalábbis számomra megfog, illetve a legmagával ragadóbb az az, hogy annak ellenére, hogy ez egy idegen lény, annak ellenére a történet az hihető. És mindenki, aki meghal, az kiesik ebből a, a játszmából. Mint ahogy, ahogy a Bruce Willis filmben van ez az utolsó emberig. Fura dolog. Bármilyen mélyre süllyedsz, akkor is van jó és rossz. Végül muszáj választanod. A ragadozó Los Angelesben szintén erről szól, és ugyan azt a menetet követi, mint a másik, ahogyan azt elmondtam már korábban. A lényeg az, hogy kiderítsük, hogy ki az, aki az abszolút legjobb a túlélésben. És nem azt akarom mondani, hogy az erő vagy a technika számít az intelligencia fölött de mindenki tisztában van azzal, hogy mikor harcoló van szó, meg túlélésről, akkor az marad meg, és ezt érdemes talán mindenkinek elraktározni az elméjében, az marad meg, aki háromban a legjobb. Értelemszerűen, aki szeretné végig izgulni ezt a filmet, ha egyáltalán lehet erről beszélni, az, az nézze meg előbb a filmet, és aztán térjen vissza ehhez a videóhoz, ez a film 300 évvel ezelőtt játszódik Észak-Amerikában, és Narunak a történetét mutatja be, Naru pedig ez a komancsi harcos lány, aki érdekes módon talán olyan nagyszerű lett volna, hogyha ez valóban egy harcos férfi. Most nem akarom bántani a, a nőket, de én számomra ez az egészet megölte ez, hogy, hogy egy ilyen, egy teljesen átlagos nő az, aki aki gyakorlatilag mindenki mellett elmegy és átgázol mindenen, és a végén legyőz mindent. A kettő főhősnek ugyanaz a célja. Az pedig az, hogy demonstrálja, hogy ő egy méltó harcosa ennek a harcos klánnak. A komancsi törzs az, a föld, az emberek között egy harcos klán, míg az ő népe, ez a Yuja nép, ez pedig ott egy harcos klán. És aminek csak akkor lehet teljes értékű tagja, amennyiben hímnemű vagy, vagy férfi, vagy akárki, most láthatjuk naru esetében, hogyha demonstrálod az, hogy te képes vagy legyőzni egy csúcsragadozót. Amikor sor kerül erre a végső nagy harcra, akkor viszont már ez az egész elmegy egy ilyen komédia irányba, és ugye egy az egybe ők harcolnak test, test ellen, annak ellenére, hogy mindenkit legyőzött maga a lény. De ez az a jelenet, amikor világossá válik az, hogy a, maga a lény az nem is tekinti Narut ellenfélnek, ugyanis itt elsétál mellette és megöli a francia légiósoknak a vezetőjét. Azt hiszem, hogy nem érdemes tovább szaporítani a szót a Prédával kapcsolatban. Akit érdekel ez a film, szerintem érdemes megnézni, szórakoztató, ezeket a véres részeket át lehet ugrani, különösebben nem fontos arra figyelmet szánni. Hogy, hogy most jó film vagy nem, mindezek miatt, amiket így összefoglaltam, ugyanolyan, mint az összes többi szuperhős film, amelyben ez a feminizmus, illetve liberális gondolat előkerül.